Sziasztok, ausztrál Tom vagyok, how's it going? Remélem ez hot enough for ya a világ másik végén. Úgy hallom, igen, ezért a mai videóban we're gonna keep it cool. Nemrég egy rahedli magyar különlegességet fedeztem fel, amelyeket szeretnék megosztani veletek. So, let's chill out. You know, ti azért eléggé jópofák vagytok. Például, amikor felvilágosítatok olyan koncepciókról, mint a három emberes pálinka, vagy amikor olyan dolgokról meséltek, mint a Domino Day intézménye. Valószínűleg egyébként így könnyebb építeni, mint magasabb. Elrontottuk. Na, elrontottuk. Elrontottuk. That fesco, though. Oh no, clear! The fesco. De a kifejezések és szófordulatok minősége, amelyeket mostanában küldtök, Isten szintű. Ha nem tudnád, van egy elég fejlett rendszerem a magyar kedvenceim összegyűjtésére. De vezetek egy notesfált is a telomban, egyelőre magyar treatsnek hívják, és itt gyűjtöm a legszívbemarkolóbb kulturális szösszeneteket, amelyekre rábukkanak. So, vegyük is szemügyre az ominózus listát, és közben dumcsízhatunk. Történeteket mesélek, felvesszük az ausztrál beszélgetési tempót, we'll crack open some cold ones. Mi is kellhetne még? Viszont a segítségedre van szükségem, ahogy már észreveheted, én egy Duffy Jompec vagyok, ezért létszi tudat velem, még példákat hallod vagy használod on the reg, és még léteznek a szókincsedben csak a stílus és elegancia kedveért. És a lecsó? Csapjunk bele! Jön, you know, nem tudom milyen humora van zenőnek, de két hét leforgása alatt több interjúm volt a médiával ezekről a videókról. Tom Sydneyben született, új-zélandi és svéd felmenői is vannak, mégis úgy döntött, hogy megtanul magyarul. Tom azóta leginkább magyarokat számláló követőivel osztja meg. Közönsége egyre csak nő köszönhetően elképesztő humorának. Nem könnyű állistásnak lenni, de az egyik interjúban volt egy nagyon érdekes kérdés. Az internetes kommentek világa sokszor kegyetlen. Téged küldtek már el Kukutyinba zabot hegyezni? Kukutyinba zabot hegyezni? How good is that? De először is nem tévedtek. Csekkold, milyen romac állapotban vannak a hate kommentjek. Mindig sírok ezeken a videókon. Jeez, it's not that bad. Ez a mugshó, nem piskóta. How dare you? Tom, kenyére lehet kenni. Netán úgy nézek én ki, mint a körözött? Report. Hát ezen best artam. Ezt nem nagyon értem. Gyorsan utána nézek a Google kép keresővel. Oh my lord. But back to Kukutyin. Ha belegondolsz, micsoda cukersértés. Általában szeretem azokat a kifejezéseket, amelyekben helynevek vannak. Szerintem azonnal változatossá teszik a mondani valót. Mint például messze van, mint maga Jeruzsálemtől, több is veszed Mohácsnál, átlép a Rubikonon, vagy ausztrálul, ha valami nagyon messze van, akkor mondhatjuk azt, hogy back of Burke. It's back of Burke. Húzzál back of Burke-be zabot hegyezni. Továbbá szeretem elképzelni azt az embert, aki őszintén lenne képes valami irdatlan, elbővölő módon vadembernek nevezni. A fejemben ilyen lenne szerintem a TV Maci, amikor felbeszakítják az esti mesét. A nagy túrót! Menj Kukutyinba zabot hegyezni! Kis gecs. So for its imagery, its savagery and for geography, a Menj Kukutyinba zabot hegyezni is definitely top tier. Te hol szeret zabot hegyezni? Tehát mivel Ausztráliában élek, és ezért egész nap koalákkal samponozok, nincs kis millió lehetőségem a mindennapi életben a magyar nyelvi gyakorlására. Ezért gyakran igénybe veszem a közösségi médiás leselkedést, ahol folyamatosan tanulmányozom, hogy éppen mit posztolsz. Néha nagyszerű forrása a színes gyakorlati beszédnek,
néha meg... De ez a gyöngyszem kizökkentett a kerékvágásomból. Mindenki ott volt, boldog-boldogtalan. Boldog-boldogtalan? Superb. Először is az angol gyöngycsuk agyam ezt full szó szerint értelmezte. Happy, unhappy, the happy and the unhappy. De aztán megtudtam, hogy ez azt jelenti, hogy absolutely everybody. Ez tök logikus, mert ez a kifejezés kölcsönösen kizárja egymást, és együttesen is kimerítő. De miért állnánk meg csak a boldognál? So let's start saying the following. Mindenki ott volt, éhes, nem éhes. Zajos, zajtalan. Akas, aktalan. Páros, páratlan. Berta-Bertalan? Szerintem erre nincsen semmilyen angol megfelelő. Először azt hittem, hogy pejoratív kifejezés, ezért rögtön a the unwashed masses ugrott be, mint angol megfelelő. De ha jól értem, az nem negatív, tehát mondhatnád a következőket. Every Tom, Dick and Harry was there. Every Tom, Dick and Harry was there. Everyone and their mom was there. Everyone and their mum was there. It was chockers. It was chockers. Oh, the line at Save Juhászné Buffet was so long. It was chockers. Minden Tommy, Ritchie és Huba ott volt. De minden esetre szerintem a boldog-boldogtalan szófordulatban van egy aranyos mondókás kadencia, egy vezetői tanácsadói logika, és lássuk be, egy társadalmi kommentáris. So, it's clearly... A-tier. Használ naponta legalább egyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Na, köszi mindenkinek a legutóbbi videón hagyott király kommenteket. Abban a videóban van egy rész, ahol azt kérdezem, hogy miért nézel ki olyan szomorúan. De arra se vegyen meg, hogy kihagytam ezt a gyöngyszemet. Úgy nézel, mint akinek nem jutott dinnyeföld. Nem jutott dinnyeföld? Nekem ez zsigebőr örömet okoz. Cause look, I get it. Habár más szófordulatok, mint például ne szomorkodj, vagy ne itasd az egereket, inkább általános szomorúságot idézek, de a dinnyeföld hiánya minden bizonnyal egy különleges fajta fájdalommal jár. Az ilyesfajta trauma örökre megváltoztatja az ember. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Sosem jártam dinnyeföldön, vagy akár aerodinnyeföldben. Adtam életét, adtam a vérét. So I don't have a perfect mental image for this one. Te hogyan vizualizálod? Kíváncsi voltam, ezért megbíztam egy illusztrátort, egy csodaságot, hogy vesse papírra erről alkotott saját művészi interpretációját. Let's have a squeeze. Az ajtók záródnak. Aw, no wonder he's sad. He really likes dinnye. De dinnye. De dinnye. De dinnye vagy. Jaj, kincsem, it'll be okay. Mi is az a szólásmondás? Búval... Búval... Bossa nova. Búval közös megegyezéssel párkapcsolatba lépett. Ilyen a mackóni. De bárhogy is legyen, az újdonság varázsa és a görögdénye gazdaság kétséget kizáró felendítése miatt ez a kifejezés is 12 out of 10. It's good for the economy. As for English, egyszerű azért előre. Someone's looking down in the dumps. Well, you're all smiles. You're all smiles. Face as long as a wet weekend. Got a face as long as a wet weekend. Igazából megkértem egy csodaságot, hogy más kifejezéseket is illusztráljon nekünk. But let's make it a game, though. Szólj, ha kitalálod, mi a következő, és akkor beszélünk róla. Ha az éhes szúnyog jobban csípre gondoltál, are you okay? It's Kerülgeti, mint macska a forró kását. That's clearly a cat. Ez a mondás majdnem túl szép, hogy igaz legyen. Mennyire különleges, hogy egy kifejezés leírja a kommunikáció működését mozgás ábrázolásával. Olyan, mint a modern táncművészet. És ha van macskád, akkor valóban elképzelheted a sündörgő mozgását, ami egyenlő a tétovászással vagy verbális tornával, mint amikor valaki kerüli a témát. Az angol equivalent illetően, we'd say beat around the bush.
Don't beat around the bush. Fogadok, hogy ilyet úgysem sem csinálsz soha. I beat around the bush all the time. What are you talking about? As for Kerülgeti, mint macska, a forró, kását, I'm a fan. Definitely. Among the greats. Okay, now the next one is a toughie. I don't think you'll get it. De ha kitalálod, egy évig ingyenes koala sampont nyersz. Go. És ha a suszter maradjon a kaptafánál, gondoltál? Szerencséd van, nagyon illatos koalád lesz. Amikor meghallottam ezt a kifejezést, engem eléggé megzavart a suszter szó. Úgy gondoltam, hogy valami hanglis szerkezet lehet, mint shoe, meg szakma utótag, kind of like influencer. Amit szeretek ebben, azaz, hogy elég tapintatos módon azt mondhatom valakinek, hogy stay in your lane, vagy stick your nose out of it. Ráadásul az igazi magyar szellem egyik a spektrusát testesíti meg a fejemben, mert úgy érzem, hogy ti egy igazi régi világ varázsát tudjátok előidézni, miközben kegyelmesen adjátok át a mondani valót. Ne öleld meg a táblát! Either way, a suszter maradjon a kaptafánál. I'm into it. Szűzanyám, azt hittem, hogy legalább 20 dolgot tudok megmutatni a listámból, de ez a videó elég gyorsan hosszúra sikeredett. De remélem, hogy tetszett, let me know if it's your bag, and thanks for hanging out with me. This was a real behind the scenes look at how Hungarian expressions materialize in my life and what they trigger in my mind. And if you're a badass okos tojás and you possess special wisdom about the actual origins of these expressions, let us know in the comments, or if you've got some other faves, jot them down below. And we don't discriminate here, so whether you're Boldog or Boldog-talan, whether you're in Kukutyin or back of Berk, whether you got your dinnyeföld or you stayed at that kaptafánál, don't forget to subscribe. Enjoy the rest of your day, chuck us a comment, a like, all that good stuff. And if you need me, you know where to find me. Oh no! Alright, see you later. Jaj, Jani, szeretném hallani, szerelmet hallani, csak ez a kívánságom.